A Kárpátaljai megyei adminisztráció vezetője megbízásából a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervek munkatársainak augusztus 15-éig kellett felmérniük és jóváhagyniuk az oktatónevelői intézményekben kialakított óvóhelyeket Kárpátalján. A Nagydobronyi kistérség, amely területén 8 kommunális tulajdonban lévő és 2 a református egyház által fenntartott oktatónevelői intézmény működik, az elsők között kapta meg az illetékes szervek engedélyét. Összesen 18 óvóhelyet kellett, mint mondom, létrehozni vagy felújítani. A legtöbb intézményben voltak. Nem felelt meg esetleg a nézetméter, a 0,6 nézetméter gyerekenként ilyen problémák voltak, aztán bővíteni kellett, és így a magánszektorhoz folyamattunk segítségért. Ez Csongor, Kisdorony, Tiszaháteleket és Dimicsőt érintette, Nagydoronyban nem volt ilyen probléma, minden intézményünk rendelkezett a megfelelő méretű óvóhellyel. Tiszahágteleken összesen 5 gazda bocsátotta a rendelkezésünkre a pincéjét, amit közösen a szülőkkel, közösen a tanárokkal, az intézményvezetőkkel rendbe raktunk és felszereltünk mindennel, amivel kötelező. Teleken, mint mondom, 6, Dimicsőben 1, Csongoron 5, és Kisdoboronban is 3 magánszemély bocsátotta rendelkezésünkre a pincéjét. Kántor József a Nagydobronyi Kistérség oktatási, kulturális, ifjúsági és sportosztályának vezetője elmondta. Az oktatási intézmények felkészültek a jelenléti és vegyes formátumú oktatásra. A 6 iskola közül 3-ban 100%-os az óhelyek lefedettsége, hogy így mondjam, a gyerekek és a tanárok szempontjából. 3-ban pedig lehetőség van arra, hogy akár 2 váltással, vagy vegyes oktatási formával megoldani a jelenlét oktatást. Óriási köszönet az intézmények igazgatóinak, tantestületének, illetve munkásainak, és a szülők is nagyban hozzájárulok ahhoz, hogy ezek az óhelyek időben elkészüljenek, és külön meg kell köszönnöm azoknak a magánépületeknek a tulajdonosainak, akik biztosították több településen is a pincéket, óvóhelyeket, mivel maguk az intézmények ilyen helyességekkel nem rendelkeztek. Van egy előírás, amit teljesítenünk kell, és ezeket be is szereztük, hál' Istennek sikerült. Csongoron az 5 óvóhelyet az intézmények és a lakosság összefogása révén rendezték be, és látták el a szabályoknak megfelelő felszereléssel. Csongor területén 5 óvóhelyet alakítottunk ki, 4-et a kommunális épületekben, 1-et a magánszektorban. Örülök, hogy a lakosság is segített ebben. Hál' Istennek sikerült felszerelni minden kötelező dolgokkal. Az iskola területén a régi székeket használtuk, a kultúrháznál a kultúrházban lévő székeket használtuk. Sikerült az adományokból ivóvíz és élelmiszerellátást biztosítani, a kézmosókot felrakni, úgyhogy hála Istennek minden követelményt sikeresen teljesítettünk. A Csongori Hadar családházának pincéjében kialakított óvóhely 50 óvodásnak nyújt menedéket. 2 óvodás korú gyermekünk van, a nagyobbik az éppen kijárta az óvikát, a kisebbik pedig ezután fog menni óviba, és ezért gondoltuk úgy, hogy ha itthon lennénk, és nem lenne óvi, azért éppen, hogy nincs óvóhely, és úgy gondoltuk, hogy természetes dolog, hogy felajánljuk a pincénket e célból. Csak óvatosan fel, vigyázzunk. Bódi Tibor, tiszahágteleki lakos is rendelkezésre bocsátotta pincéjét, hogy menedékhelyet alakítsanak ki az iskolások számára. Nagyon sok idő eltelt, hogy csak online tanulnak, és szeretnénk így hozzájárulni, hogy biztosítsuk a jelenléti tanulást. Torma László, Tiszahágtelek előjárója stábunknak elmondta, az iskola számára mind az 5 menedékhelyet a magánszektorban alakították ki. Nálunk az óvóhelyekkel probléma volt, mikor hogy kiderült, hogy szükség lesz óvóhelyekre, mivel az intézményeink nem rendelkeznek óvóhelyekkel. Így a lakossághoz fordultunk, a lakosság azonnal reagált rá, szívesen, akinek volt, az szívesen felajánlotta, megnéztük a lehetőségeket, és így 5 családi házba kialakítottunk óvóhelyet, hogy a gyerekek tudjanak nyugodtan tanulni, hogy ne online oktatás legyen, hanem jelenléti oktatás. És 1 óvóhelyünk pedig az óvodába lett kialakítva, nekik lett saját óvóhely. Így 6 óvóhely van a Tiszahágteleken.
A Nagydobronyi kistérségben az oktatónevelői intézmények óvóhelyeinek kialakításával kapcsolatos kiadásokat a költségvetésből és a helyi felajánlásokból finanszírozták.